Tehát a mai tudományos konferencia kerekasztal megbeszélése, ugye részt vettek azok a rendkívül fontos személyiségek, akik jelen voltak a polgárőrségnek a megalakulásánál. Nagyon fontos, hogy itt volt Boros Péter miniszterelnök úr, egykori belügyminiszter, akinek a belügyminiszterségi ideje alatt alakult meg a polgárőrség. Az ő személyes döntése volt, hogy ez az Országos Polgárőrszövetség együttműködhet a rendőrséggel, és ő volt az első belügyminiszter, aki tulajdonképpen egy miniszteri utasításban szabályozta a rendőrség és a polgárőrségnek a viszonyát és az együttműködését. Tehát nagyon jó volt ez a visszatekintés, és rendkívül fontos volt az is, hogy olyan köztiszteletben álló személyek is megszólaltak ezen a mai kerekasztal beszélgetésen, akik közvetlenül elmondták a tapasztalataikat, véleményüket a polgárőrségről, és sokszor az ember úgy van ezekkel a véleményekkel, hogy ennyi dicsérő, elismerő szó, ami elhangzik, és az a előremutatás, az az optimizmus, az most egy oázis a Magyarországon, hiszen a gazdasági nehézségek és más pénzügyi válság közepette van egy olyan szervezet, amelyik nagy társadalmi figyelmet kap, egy olyan szervezet, amelyik köztiszteletben áll, egy olyan szervezet, amelyet a politikusok, a kormányzati szervek, a parlament és a lakosság is igényel, a rendőrségi pedig tulajdonképpen a polgárőrség nélkül nem tudja a közbiztonságot biztosítani, és ez a mai kerekasztal beszélgetésen összefoglalóan megállapításra került.